Talán hétvégézni szeretnek a magyarok legjobban Londonban, reméljük hosszú hétvégézni. Megvan a harmadik és a negyedik aranyunk is, vízi és kézilabdázóink meccsein zúg a Ria-Ria, a póloslányok elődöntősök, sorsdöntő meccs előtt a kézisek, jövünk fel az éremtáblázaton, most tizedikek vagyunk, birkózó bronzunk is van már elsőként, a műsorban szokás szerint londoni Anzix online, Haraszti Ádámtól, ő van a vonalban, ha minden igaz. Szia Ádám, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, remélem minden igaz. Minden igaz, abszolút, és az is igaz, hogy előre hoztuk magyarosan azt a karácsony előtti aranyvasárnapot. Elképesztő lehetett a hangulat. Mesélj róla valamit, így nyitál. Szenzációs volt, az Atlétikán volt szerencsém személyesen is ott lenni. Lenyűgöző volt az egész kulissza, ami tényleg most először jártam az olimpiai stadionban. Fantasztikus volt meg egyáltalán látni, hogy egyrészt milyen tömeg jut, másrészt milyen hangulat fogadta a versenyzőket. Bár ami nekem kicsit csalódás volt, az olyan furcsa látni, hát nyilván nem mozgok azért nagyon otthonosan az atlétika világában, hogy gyakorlatilag a férfi 100 döntője mellett a kalapácsvetők amolyan megtűrt versenyzők voltak, csak majdnem ott a stadionban. Gyakorlatilag amikor Kozma például az utolsó dobásához készülődött, meg már forgott gyakorlatilag bent a ketrecben, akkor tört ki a legnagyobb ováció a 100 eredményhirdetését megelőzően, illetve a 100 férfi 100-as ifjutást követően, amikor elkezdtek a jamaikaiak körbe sétálni a pálya mellett, szóval nem tudom, hogy ez mennyire zavarta meg őt esetleg az utolsó tényleg gyakorlatilag mindent eldöntő dobásánál. Hát fogalmazhatnánk persze, úgyhogy így járt meg minket, olyan nagyon nem érdekel ez a dolog. A lényeg az, hogy megvan a negyedik magyar arany is. Egyébként magyar riporterként, tudósítóként, főként egy ilyen nap után milyen figyelem irányul az emberre? Jó, persze nagy nemzetek sok érmet szereznek egy nap, de azért ott vagyunk már a tizedik helyen. Szóval egyelőre sportnagyhatalomnak látszunk nagyon is. Hát igen, nagyon jó ránézni az éremtáblázatra ebből a szempontból, az egészen biztos. Meg hát abban nagyon jó belegondolni tényleg, hogy most már gyakorlatilag azt a célt, amit Borkai Zsolt a elnöke kitűzett a csapat elé, vagyis hogy túl teljesítsük a pekingi termést, ami megszámában az már sikerült, úgyhogy hát nem mondanám azt, hogy újságírókra nagyobb figyelem irányú, főleg tényleg látva a tegnapi dolgokat itt a férfi 100, tényleg mindent vitt, tehát miatt beálltunk a kis magyar kupacba a vegyes zónában, ahol érkeznek ki ugye a versenyeket követően a sportolók, és hát egy sokkal nagyobb kupac állt mellett, akik meg a 100-as döntőnek a résztvevői vártak. Ebből a szempontból nem állt meg, hogy nagyon a figyelem középpontjába kerülnénk, viszont azt tényleg hát, nyugodtan mondhatjuk, hogy dagadó keblekkel beszélgetünk a kollégákkal arról, hogy milyen eredményeink vannak. Hát, tényleg valóban büszkék lehetünk erre a csapatra. Jártadban, keltedben Londonban magyarokkal milyen gyakran futsz össze? Érzékelhető a magyaros jelenlét? Érdekes, mert ebben a számban, ahol lakok, ugye magyar tartózkodik, viszont általában jobban korábban indulok kémecsenekre, illetve az olimpiai parkban ők, úgyhogy velük általában csak mondjuk a reggeli környékén és a visszatérkezés miatt találkozom. Bent a parkban is vannak részlem a magyar események előtt, például a kézilabdacsarnok előtt, vagy a vízilabda helyszín előtt azért összefutunk magyarokkal, és jó, hiszen tényleg nagyon sokan vannak, és nagyon sokan számolják a magyar versenyzőket. Ádám, akkor hajrá ma is, vesd bele magad a forgatagba, és akkor holnap reggel folytatjuk, és főképpen majd megnézzük, hogy mit hozol a tarisznyádba, akár interjúba is. Jó munkát! Szia! Ja, szépen, köszönöm!